Másodszorra szerveztek magbőrzét Gyergyószent Miklóson, a Cserebere mellett az érdeklődők előadásokat is hallgathattak a kertészkedésről és a növénytermesztésről. Egy egész délutánon át a hagyományos gazdálkodásról hallgathattak előadásokat az érdeklődők a Gyergyószent Miklósi Művelődési Házban. A táplálék minősége nagyban függ az alapanyagoktól, hangzott el a bőrzén. Megfogtam a mi házi kenyerünket, becsomagoltam fóliába, két hét után a medvék, ha megdobom, betörtük volna az oldalkodáját, vele úgy beszállhat, és abszolút semmi más tényelmény valóban nem ült ki rá, mert mivel kovászat készítsük, tehát nincsen benne se térfogat növelő, sem ízfokozó, sem tartósító, semmi. A jövőleg szörpen is rátelepedett, ami egy természetes lebomlási folyamat a természetben. A magvak minősége, csíráztatása és ültetési technikája szintén nagyon fontos az organikus gazdálkodásban, csak úgy, mint a komposztálás vagy épp a gyógynövények használata. Az előadások között, illetve a végén a vetőmagokat csereberélték egymás között az érdeklődők.